elnök választás. Minél inkább közeledik a választás napja, annál áldázabbá válik a küzdelem. Gyakoribbak a felmérések, a szövetségkötések és a tüntetések is. Csángó remény. Új püspököt avattak Jászvásáron. A csángók a heti magyar misét remélik tőle. Biztonság. A közlekedés biztonságát növeli Kolozsvár új stoplámpái. 21 okos villanyrendőrt telepítenek. Üdvözlöm Önöket a híradóban! Klaus Johannis jelenlegi államfő a legesélyesebb az idén novemberben esedékes elnökválasztáson, derül ki az IMASZ legújabb felméréséből. Feltűnő, hogy Vio Ricardon Csilla miniszterelnök csak a hatodik a rangsorban, tehát amennyiben a hétvégén tartanák a választást, a szociáldemokrata pártelnök nem jutna be a második fordulóba. Pentru încă un mandat de președinte al României. Amióta tavaly nyáron bejelentette, hogy újrázni szeretne, folyamatosan vezeti a népszerűségi listákat Klaus Johannis államfő. Az IMASZ legutóbbi felmérése szerint 41,7%-os a támogatottsága. Viszont az eddig mérteknél jóval kisebb a támogatottsága Călin Popescu Tăriceanu-nak, a szenátus elnökének, mindössze 13,8%-os. Harmadik helyen az 5 évvel ezelőtt favoritnak számító Victor Ponta áll, őt 12,9% választaná meg. Őket követi Dacian Csolos 10,4 és Dán Bárná 9,4%-kal. Vio Ricardon Csilla kormányfő mindössze a hatodik a rangsorban 7,5%-kal. A telefonos közvéleménykutatás július 15-e és augusztus 2-a között zajlott 1010 felnőtt személy megkérdezésével, hiba lehetősége plusz-minusz 3,1%. Politikai szövetségkötésről tárgyalt a kormánykoalíció kisebbik erejét adó ALDE a Victor Ponta vezette Pro-Románia párttal, jelentette be Călin Popescu Tăriceanu ALDE elnök egy Facebook bejegyzésében. A politikus szerint a két alakulatnak közös parlamenti frakció lesz a jövőben. Ezzel a harmadik politikai erőt jelentjük majd a parlamentben a PSD és a PNL után, fogalmazta Tăriceanu. A két párt munkacsoportjai a napokban összeülnek, hogy kidolgozzák a szövetség politikai projektjét és az együttműködési megállapodást, írja. A bejegyzés arra nem tér ki, hogy ez az egyesség miként befolyásolja majd a koalíció egységét, tekintve, hogy Victor Ponta korábban többször azt állította, nem hajlandó együttműködni a jelenlegi szociáldemokrata vezetéssel. Ezt a Pro-Románia elnöke meg is erősítette saját Facebook oldalán, ahol azt írja, ha az ALDE kilép a kormányból, tárgyalhatunk egy közös politikai projektről. Ilyen tekintetben sokat haladtunk ma előre, döntés azonban még nem született. Lemondja a betervezett fellépéseit Dávidé Martello, német állampolgárságú zongoraművész, csak azért, hogy részt vehessen az augusztus 10-i bukaresti ellenzéki tüntetésen. Szombaton az egy évvel korábbi erőszakba torkolló ellenzéki demonstrációra készülnek emlékezni a fővárosban. Így szólalt meg Dávidé Martello zongoraművész hangszere a bukaresti Győzelem téren tavaly szeptember 8-án. A kerekekre szerelt hangszerét kerékpárral fuvarozó különc zenész akkor az augusztus 10-i botrányba fulladt tüntetés kapcsán jött az ellenzéki tiltakozóknak játszani a román fővárosba. Dávidé Martello amúgy arról híres, hogy a konfliktuszónákban szokott fellépni, és Bukarestbe is azért jön ismét, hogy a tüntetőknek játszon. Sajnálom, hogy le kell mondanom a soron következő koncertjeimet Németországban. Augusztus 10-én nagy tüntetés lesz Bukarestben a romániai korrupció ellen. Tavaly ugyanekkor a rendőrség könnygázzal oszlatta szét a békés tüntetést. Idén szeretnék segíteni, hogy az emberek elbújhassanak a zongorán mögé, ha ismét könnygázt vetne be a rendőrség ellenük, írta Martello a Facebook oldalára.
Az augusztus 10-i tüntetés pontosan egy évvel azután lesz, hogy tavaly a diaszporában élők hazaérkeztek tiltakozni a kormány ellen. Akkor a tüntetők közé egyrészt foci ultrák is bekeveredtek, másrészt a rendőrség válogatás nélkül használta mindenkivel szemben a könnygázt és a vízágyút. Az ügyészség vizsgálatot indított a rendvédelmi erők fellépésének jogszerűségét vizsgálandó, egyelőre azonban még nem jutottak eredményre, és vádemelés sem történt. Mihály Fifor belügyminiszter kedden azt mondta, nem szeretné, ha a tavalyi események megismétlődnének, ugyanakkor felszólította a tüntetésen résztvevőket, hogy tartsák be a törvényeket. Kötelezettségszegési eljárás indulhatott volna az ország ellen, ezért elkerülhetetlen a cigaretta jövedéki adójának emelése, jelentette be tegnap Eugen Teodorovics pénzügyminiszter. Az Unió ugyanis kötelezi az országot, hogy hozza összhangba a törvénykezését az Európai Unió erre vonatkozó irányelveivel. A pénzügyminisztérium rendelete értelmében a cigaretta jövedéki adójának szintjét szeptember 1-től 1000 szálonként 483 lejről 503 lejre emelik, mivel jelenleg az Európai Unió irányelvétől eltérően a cigarettára kivetett teljes jövedéki adó nem teszi ki a súlyozott átlagos kiskereskedelmi eladási ár legalább 60%-át. Ezt az irányelvet már 2017. december 31-ig alkalmaznia kellett volna Romániának. Becslések szerint a cigaretta jövedéki adójának növelése idén 159 millió lej, jövőre 699 millió lej, 2021-ben pedig 857 millió lej többletbevételt jelent majd a költségvetésnek. Ezzel egyidejűleg növekedik a magas cukortartalmú üdítőitaluk ára is, amelyre szintén külön adót vet ki az állam. Új főpásztora van a Jászvásári Egyházmegyének. Josif Paulec, eddig a bukovinai főesperesség főesperese és a szucsávai Nepomuki Szent János egyházközség plébánosa volt. A csángó hívek az anyanyelvű misézés lehetőségének engedélyezését várják az új püspöktől. Ferenc pápa a korábbi püspök Petru Gergely nyugdíjba vonulását követően nevezte ki az új főpásztort, akinek a beiktatásán részt vettek az erdélyi és a párciumi magyar többségű egyházmegyék püspökei is. Nyisztor Tinka néprajzkutató, a moldvai magyar nyelvű miség bevezetéséért évtizedek óta küzdő Pusztinai Szent István Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, azt remélik, hogy az új püspök meghallgatja kérésüket és engedélyezi a heti egy magyar nyelvű misét azokban a csángó falvakban, ahol igény van erre. Nyisztor Tinka megjegyezte, ezzel a gondolattal vett részt a püspök beiktatásán, és ezért fog kihallgatást kérni az ősz folyamán az egyházmegye új vezetőjétől. A Szent István Egyesület kijelentette, korán sem oldotta meg a moldvai csángók magyar misézésének a kérdését az a havi egy mise, amelyet Petru Gergely püspök Bákóban engedélyezett Ferenc pápa júniusi romániai látogatása előtt, bár az első magyar nyelvű bákói misén Nyisztor Tinka örömét fejezte ki. Hogy mi is megtarthatjuk a nyelvünket, megérőzzük, 28 évet boldorgottunk, még csak Vatikánban is voltunk, ennyire megengedték most, akkor most nagyon örülünk ki már. A Jászvásári püspökséghez tartozó 8 moldvai megyében 206 ezer római katolikus hívet tartanak számon. Kutatók 30-40 ezerre becsülik azoknak a moldvai katolikusoknak a számát, akik még beszélik a magyar nyelv valamely nyelvjárását. Nyisztor Tinka úgy vélte, az új püspök ugyan olyan vidékről származik, ahol a római katolikus vallásúak rég elvesztették a magyar anyanyelvüket, a papoknak egy új generációjához tartozik, ezért kedvező viszonyulásra számítanak részéről. Hozzátette, az is bizakodásra ad okot, hogy a püspök Bukovinában egy olyan régió főespereseként szolgált, amely egykor az osztrák-magyar monarchia részeként sok nemzetiségű térség volt, és ennek maradványaként a többnyelvűséggel a jelenben is találkozhatott. Gondatlanság miatt beázott a Marosvásárhelyi kultúrpalota. A tulajdonos Maros megyei tanács elnöke ultimátumot szabott a tetőjavítást végző alvállalkozónak. Nagy riadalmat okozott a marosvásárhelyiek körében a hír a múlt héten, hogy a város szimbólumának számító kultúrpalota egyik külső fala ázott a tetőjavítási munkálatok miatt. Ez azért történt, mert a munkálatok során egy hosszabb csatornarészt levettek az itt dolgozók, és ezt nem pótolták. Így foglalta össze augusztus 2-án a kultúrpalota osztályvezetője a történteket.
Hozzátette, értesítették mind a tulajdonos megyei tanácsot, mind pedig a kivitelező céget. Utóbbi máig kapott határidőt a hiba kijavítására, azóta már a nagy terem is beázott. Megtörténtek a megfelelő felszólítások, abban az esetben, hogyha nem végzik el legkésőbb a mai nap ezeket a munkálatokat, akkor fenntartjuk annak a lehetőséget a szerződés előírása szerint, hogy egy más alvállalkozóval el fogjuk végezni azokat a munkálatokat, hogy több beázás ne történjen. Hozzátette, amennyiben nem teljesítik a feltételeket, úgy más céggel javítják ki a hibát. Az Európai Uniós pályázatot azonban nem kockáztatják a teljes szerződés felbontásával. A tetőjavítás mellett egyéb munkálatok is zajlanak. Az orgona restaurálásával és a különböző épületrészek felújításával viszont jó ütemben haladnak. Okos toplámpákat állítanak fel Kolozsvár szerte. A városi önkormányzat közel 7 millió lejt költ számos útkereszteződés és átkelőhely okos villanyrendőrrel való felszerelésére. 21 útkereszteződés és átkelőhely okos villanyrendőrrel való felszereléséről döntött legutóbbi tanácsülésén a Kincsesváros önkormányzata. Az új elektromos eszközök kihelyezésével egyrészt a forgalom csökkentését célozza meg az önkormányzat, másrészt pedig a gyalogosok biztonságát tartja szem előtt, mondja Oláh Emese alpolgármester. Ebben az esetben 21 új elektromos villanyrendőr kihelyezését döntött el az önkormányzat, amelyek nagyjából a Tordai út, a Kajántói út, illetve a Szamosfalva felé vezető utakon lesznek elhelyezve. Itt nem létezett eddig villanyrendőr, teljesen új és modern berendezést fogunk elhelyezni, amely biztosítja a látás károsultak számára is a biztonságos átkelést. Az utcák okos villanyrendőrökkel való felszerelésére 6 millió 800 ezer lejt költ az önkormányzat, ugyanis az utóbbi időszakban a megnövekedett forgalom miatt nem szavatolt a biztonságos átkelés olyan helyeken, ahol nincs villanyrendőr. A gombnyomásra váltó látáskárosultak számára is biztonságos forgalomfelismerő berendezéssel ellátott villanyrendőrök 3 hónapon belül kerülnek a helyükre, ígéri az önkormányzat. Kolozsváron egyébként az utóbbi időben többféleképpen próbálják biztonságosabbá tenni a közlekedést. A sétatér mellett például 2 átjáró optikailag térelemnek tűnő 3D-s festést kapott, amely lassításra készteti az autósokat. Ez a projekt jelenleg tesztüzemmódban működik. A szervezők közleménye szerint több mint 370 ezeren vettek részt a Kolozsvár központjában 5. alkalommal megrendezett Antolt könnyűzenei fesztiválon. Mutatjuk, hogy milyen volt az idei kiadás. A Kolozsvár belvárosában szervezett zenei rendezvény 8 színpadán összesen mintegy 200 előadó lépett fel. A holland Armin van Buuren és meghívottjai 7 órán át zenéltek a nagy színpadon. A résztvevők biztonságát 3000 rendőr, csendőr, tűzoltó, mentős és önkéntes vigyázta. Vannak nagyon szép újításaink a fesztivál rajongói számára, de nem csak az arculat változott, hanem ráadásként a fesztivál területén találkozhatnak akrobatákkal, különböző színházak művészeivel is, mindezt azért, hogy a lehető legkülönlegesebb élményben legyen részük a fesztiválozóknak. Ha valaki azt gondolná, hogy a lemezlovasok munkája nem több egy hatalmas bulinál, az téved. Az Antold egyik fellépője a spanyol Dani Avila volt, aki sajtótájékoztatóján elárulta, több hónapnyi munka van a jelenlegi turnéjában. 4-5 hónapos felkészülést vesz igénybe, azt kell, hogy mondjam, ugyanis a táncosoknak rengeteget kell próbálniuk ahhoz, hogy igazán átérezzék a zenét. Én pedig egy gyönyörű történetet akarok elmondani a zenén keresztül. A 90-es évekkel kezdve egy történetet építek fel, ami remélem a végén értelmet nyer. Ehhez pedig annyit próbálunk, amennyit csak tudunk. Az Antold önmagában nem hasonlítható más romániai fesztiválhoz, ugyanis a legtöbb külföldi bulizó erre a fesztiválra látogat csak el, leginkább a színvonalas fellépők miatt. I was really happy to see Steve Aoki. Nagyon boldog voltam, hogy láthattam Steve Aokit. Nagyon jó élmény volt az első estén az ő zenéjére bulizni. És a Bastille koncertje is nagyon jó volt, nagyon jó hangulata volt, elképesztő volt. A legtöbb nézőt Robbie Williams vasárnapi koncertje vonzotta. A fesztivál 4 napja során a Kolozsvár arénában felállított nagy színpadon többek között Kangs, Armin van Buuren, Tiny Tempa, Nicky Romero, David Guetta és Martin Garrix is fellépett.
Az első nap mintegy 90 ezer, pénteken 95 ezer, szombaton 90 ezer, vasárnap pedig 97 ezer nézőt regisztráltak. Az utolsó nap nézőszáma messze meghaladta a szervezők várakozásait, de összességében több mint 372 ezeren látogattak ki az ország legnagyobb fesztiváljára. Holnap rajtol Székelyföld kerékpáros körversenye, sporthírekkel folytatjuk. Több labdarúgó pályát, illetve egy 2500 férőhelyes stadiont épít fel Marosvásárhely közvetlen szomszédságában, a Víkentelep mögött, de már Maros-Szentgyörgy területén a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia. A sportlétesítményt azok a helyi klubok használják majd, amelyek megfelelnek a tulajdonos feltételeinek, mondta Szondi Zoltán, a Csíkszeredai Központú Akadémia elnöke. A hivatalosan Maros-Szentgyörgyi, ám gyakorlatilag Marosvásárhelyi sportbázis tervét mutatta be egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Szondi Zoltán. Elmondta, bürokratikus akadályok miatt elhúzódó építkezésre kell számítani, de abban bízik, hogy legalább egy edzőpályát jövő nyártól már használatba tudnak adni. A tervezőnk szerint a telekre ezt a bázist tudjuk befértetni, ami jelent egy főpályát 2500 fős befogadóképességű tribünnel, és jelent három edzőpályát. Most én itt azt mondom, hogy egy füves edzőpályát és két műfüves edzőpályát, de lehet, hogy a nálam nagyobb szakértők azt fogják mondani, hogy két füves legyen, egy műfüves. Sokkal kényesebb kérdés, hogy ki is használhatja majd ezeket a pályákat, amelyek az akadémia alárendeltségébe tartozó FK Csíkszereda tulajdonában maradnak. Az akadémia eddigi alközpontjaként működő MSN néhány edzője ugyanis kivált az eddigi klubból, és hasonló névvel és klubszínekkel próbál új egyesületet alakítani, átsábítva az MSE-től a gyerekek jelentős hányadát is. Szondi Zoltán tagadta azokat az információkat, hogy ő kezdeményezte volna a klubszakadást, és szerinte bárki használhatja a bázist, aki teljesíti a tulajdonos feltételeit. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az új egyesület létrejötte, azok után merült fel, hogy nem tudott minden részletben kiegyezni az MSE vezetőségével, és a bázist az új egyesület is használhatja. No, meg emellett természetesen az MSE is, ha teljesíti a tulajdonos feltételeit. Ma délután a Sepsiszentgyörgy utcáin kialakított 5,5 kilométeres körpályán rendezték Székelyföld kerékpáros körversenyének prológját. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség naptárában is szereplő versenyen 18 csapat vesz részt, közöttük 5 ország válogatottja és 8 kontinentális csapat, beleértve a csíkszeredai Novák tímet is. Arról, hogy mi történt a mai napon és mi várható a továbbiakban, a helyszínen tartózkodó kollégánk Szép Zoltán számol be. Szervusz Zoltán! Hogyan zajlott a prológ Sepsiszentgyörgyön? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Zoltán, hogyan zajlott a prológ Sepsiszentgyörgyön, és készen állnak-e a versenyzők a holnaptól kezdődő sokkal nehezebb kihívásukra? Jól zajlott minden, 5,5 kilométer hosszú pályán tekertek a versenyzők, több mint 100-an vettek részt egyébként ezen a versenyen, és a leggyorsabbnak a tavalyi győztes Daniel Krista bizonyult, aki 6 perc 55 másodperces idővel ért célba. Ez pedig azt jelenti, hogy 2 másodpercet javított a saját tavalyi idején. Őt követte egyébként egy szintén román versenyző, Denis Marius Vulkán, illetve a harmadik helyen egy osztrák, Felix Ratzinger, és így ez azt jelenti, hogy a legjobb magyarnak járó zöldszínű mezt azt Gönczi Gergely ölthette magára, míg a legjobb románnak pedig Krista Daniel a piros-sárga mezt ölthette magára.
A holnapi nap egy 199 km hosszú verseny következik, tehát nagyon hosszú lesz, viszont itt három széken zajlik, majd Sepsiszentgyörgyről indul, és Sepsiszentgyörgyre is érkezik. A rajt az 11 órakor van, és a versenyzők, biztos vagyok benne, hogy készen állnak, de lesz egy hosszú éjszakájuk. Zoltán, köszönjük az összefoglalót, és kitartást kívánunk neked! A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!